ami olyan, Isten bocsássa meg nekem, de olyan kötelező jelleggel hívtam föl, hogy mit tudom, már 3 hete nem beszéltem az anyámmal, például így. És megint Csajna visszatértek ide, hogy valószínűleg öregszem. Tudatos dolgok játszódnak le bennem, hogy annyira gyorsan megy az idő, és hogy ezeken túl kell lépni, és túl kell lenni, és nem cipelni magammal, mert hogy ki tudja, hogy mennyi van hátra egyáltalán az a kettőnk idejéből. És elkezdtem mostanában, hogy felhívom, csak úgy. És... Van zsepi? És vonaton ült, ment haza, és Budapesti Szerdömök között van egy Bakonyban, Veszprém környékén, mindig elmegy a térerő. És én éppen nagyon meséltem volna, és mondtam volna, és elment a térerő, halóztam, de közben nekem meg kellett érkeznem valahova, tehát tudtam, hogy nem tudom visszahívni. És jött az SMS, hogy az a fánya térerő is pont akkor ment el, amikor a lányom végre újra felhívott csak úgy. És óriás bűntudat, és tudom, hogy csak... Hogy ennyi. És csak annyit kéne, hogy csak megemeld a telefont. De... Hát dolgozom rá. Akkor tőle. Érzi. Tehát biztos, hogy igen. Érzi, tehát, hogy mind a kettőnket talán mentesítve annak a lehetőségét, hogy összekapunk egy ilyen kibeszélésen, és úgy hagyjuk ugye egy kicsit ugye elúszni a dolgokat. És... Hát dolgozom. Igen, rajta. De azt gondolom, hogy az sem baj, hogy ezt nem erőltette egyiketek se. Tehát, hogyha volt egy ilyen törés, akkor kell ennek egy kis idő, amíg ez vissza tud épülni. Hogy a szikra az ne lobbantson újra óriás tüzet. Nem akarod most fölhívni? Vagy csak hívjam fel, és mondjam neki, hogy anya szeretlek? Aha. Próbáljuk. Figyelj, karácsony van. Tudom, mert már sírsz. Valamelyikötök. Igen, igazából már mindegy. És tudom, hogy mindannyian behozzuk mindig a telefonunkat titokba. Komolyan hívjam fel? Tényleg hívjam. Én nem, meg is kihagytam. Jaj, de rendes. Nem telefonálunk anyukádnak. Most. Nekem is itt van mindig. Nem fogja érteni, és azt hiszi, hogy valami baj van. Nem. Figyelj, karácsony van, mikor, ha nem most. Csak hogy azt mondd el, hogy rá gondolsz, róla beszéltél, és az, hogy itt van erre az idő. Ha-ho. Anyám. Mami, hello. Hallasz? Búrába vagy fodrásznál vagy? Figyelj, mami, csak azt akarom mondani, hogy szeretlek. Beszélek rólad. Uh-huh. És csak ennyi. Uh-huh. Passzolom, nem tudom. Jó? Csak tényleg ezt akartam mondani.